Esett az eső, szabad volt. Geri egyedül ült a négy fehér fal között, és gusulkodott. Nem mehetett ki a lakásból, mert szülei nem engedték meg. Nem mehetett el a kátió órára, mert állítólag nem érdemelte meg. Nem érdemlem meg? Nem tudom felfogni. Hogy nem lehet megérdemelni azt, hogy az ember a templomba mehessen? Azt hittem mindenki mehet a templomba. Jaj, mi lesz így? Geri leült az asztalhoz, elővett egy papírt és egy telefon. Neki fogott egy levél írásának. Drága távoli barátom, el sem fogod hinni, hogy mi történt velem. Ma kellett volna kátéórára menjek, de a szüleimnek nem volt kedvük elengedni. Azt mondták, nem érdemlem meg. Ezek után hangos ördögi kacaj hagyta el ajkaikat. Nem is tudtam, mit mondjak. Berohantam a szobámba, és ráfeküdtem az ágyra. Eszembe jutottak a múltkori események a suliba. Elgondolkoztam. Vágyok Isten szeretetére, mint a szép hives patakra a szarvas kívánkozik. Mint a szép hives patakra a szarvas kívánkozik, Vágyok, talán ez még szabad. Kérlek, segíts, írj vissza, pár! Betette a borítékba a levelet, és este feladta a postán, mivel hogy akkor már kimehetett a lakásból. Az úton szembe találkozott Dáviddal, aki az osztálytársa volt. Nem nagyon szerették egymást. Dávid szarkasztikus hangon megszólalt. Megint a templomból jössz? Na és ha onnét? Megint azt a Bibliát bújod, ahelyett, hogy dolgot szerezzél nekem. Dávid! És mire jó a hit? Isten mire jó? Dávid! Hogy beszélhetsz így? Hát nem szereted az Urat? Jézus! Kicsoda? Te is helyes utat kéne térje. Nincs szükség Istenre. Egyáltalán honnan veszed ezeket a sok marhaságokat? Minek szeressem azt, aki a te fantáziádban létezik? Szeretni nem puszta szó! Geri hátat fordított neki, és elment haza. Lefeküdt, és ezt az akarttal tudolta magát. Pont nem érdemelted meg. Szép kis sztori. Ha nem hiszed, nem hiszed. Miért ilyen rossz hangulatod? Szomorkodom. Mi történt? Az iskola, az szokásos. Megint a célpont vagyok. Nyugi. Már nem is történt ilyesmi. Veled biztos nem. Inkább azt mondd meg, mit kezdjek.
Vegyek egy jó hosszú kötelet? Geri, ne csinálj hülyeségeket. Ez még vízből is hoz. Tudod, mindjárt átjövök. Letették a telefont. Geri csak gondolkozott, és így szólalt meg. Uram, új szívet adj! Teltek a hetek, múlt az idő. Geri újra levelet írt. Kedves távoli barátom, tudod jól, milyen rossz, amit elköltöztél, de végre jött egy új, aki ha bár rád hasonlít, nem is tudom. Képzeld el, már oda jutottunk, hogy heti kétszer jön át hozzánk, és nem lehet kiverni a lakásból. Sokszor 9-ig itt van. Beszélgetünk, iszogatunk. Az utóbbi időben néha eszünk is. Bár ő kellene undorító edzés közben, mintha egy lyukas vederbe öntenék azt a temérdek süteményt, meg azt a nagyon drága francia pesgőt, tudod most az a divat. Vedelmi idegisznó, de ha ő se lenne, akkor ki lenne? Hirtelen egy nagy zaj hallatszott kintről. Geri odarpont az ablakhoz. Egy kocsi megáll, hátul két autó ment bele, elől pedig nagy meglepetésére Dávid feküdt. Dávid! És odafutott hozzá. Dávid! Dávid! Geri! Hogy vagy? Látod, hogy nincs Isten. Ha lenne, akkor megmentett volna. Erre oda ment két mentős, és felemelték a sérültet, és elvitték. Majd pár nap múlva felhívta őt Dávid, menjen be hozzá a kórházba. Geri, átgondoltam a dolgot. Van Isten szerinted? Szeretne engem? Hogy ne szeretne? Mindenkit szeret. Szerinted befogad? Hogy ne fogadna be? Mindenkit befogad. Drága távoli barátom, meglepődtem erősen. Csodák vannak, tündér mesének tűnik az egész. Képzeld el, Dávid megtért, hisz Istenben, ami már maga meglepő. Utána Bali most már nem fogyaszt el annyi ételt, és nem néz ki úgy, mint egy focilabda. Azt mondta, neki fog fogyozni, ami már itt meglepő. Majd másnap, mikor bementem a suliba, mindenki kedves volt velem. Ami tudod, alapból furcsa, ami már mindennek a teteje, hogy új barátokra leltem az én, vagyis mi nagyon szeretett osztályunkból. Mondom neked, mondom, felfordult a világ, aztán egy este történt, hogy átjöttek, és Bali is összebarátkozott Dáviddal, és nevettünk. Két héttel később megint találkozott a három barát, és visszaemlékezett az akkor történtekre. Emlékeztek, elmeséltem, hogy Geri hogy főz, és milyen jönköt dömcsiztek. Erre röhögök őstöltlen, Geri, a nagy szokás. Majd elme... Majd elmeséltem, hogy milyen kövér voltam. Egy kicsit meg is lepődtem. Majd amikor már a történet végebb vele jártunk. Majd megfontoltam, beordítottam. Hogy bepiséltem! Az teljesen kiverte a Billit, és a röhögéstől estünk a földre. Milyen szép volt. Az ötös között nem. Mintha a mesében lennénk, mindenki szomorú, majd boldoggá válik, és boldogan él, míg meg nem hal. Áldjad és szeresed az Urat mindörökké.
gyönyörű éneket, amely rajta van a lapon. Bizonyos zsoltárokat direkt nem tettünk rá az énekes lapra, mert reformátusként azért a 25. zsoltárt és a 42. zsoltárt illik ismerni. Ezt a konfirmándusaik már azért ismerik, mert mondhatni azt, hogy kormérzésig gyakoroljuk és énekeljük. Még mindig van csiszolni való rajta, de tudják azt, hogy mi a 25. zsoltár és mi a 42. zsoltár. Nézzük meg, szerintem a fő éneke ennek a jelenetnek, ennek a kicsi színdarabnak, az énekes lapunkon levő ének, harmadik ének, jöjj, az Úr vár reád. Jöjj az Úr vár reád, jöjj a vég év nyomad, életet tavaszad, terüljét nekét nap. Hol lehet Jézus hívele járj, erre váltott meg ő, lelki sziklára háj, élő víz onnan jő, ő nekünk utat tört, te is lépj arra, hitt el rá. Már itt lenny csoda fönn, téged ő tehet boldoggá. Köszönjük szépen! Török Anna vagyok, Péterszázenben lakok, Dahaba járok iskolába, a gimnáziumra, és nagyon szeretek tornászni. Dominik vagyok, 14 éves vagyok, Kafberemben lakok, Szofilárosra esődő járok és tudok rajzolni. Szépen. Már egy évet is lerajzolt, nem csak.
Én Szabadi Gergely vagyok, 14 éves vagyok, Reálsuléba járok, Glomba lakok, az Ebesberg mellett van. Hobbijaimat most nem részletezem, hát túl sok van, mondjuk a könyvírás, költészet és a rajzolás a fő. Ez a rövid jelenet is a Gergő műve. Az én nevem Bors Balázs, én Gelesztriden akarok, kb. 45 km-re innen. A Reálsulére állok, mint Gergő, és minden nem. Ezt rokozok a szabad gyermek. Én Vancsa Szidónia vagyok, Térézege Hárdinga gimnáziumban megyek, szeretek táncolni nagyon, és szeretek a furulyán játszani. Még van egy felnőtt konfirmandusunk is, aki most sajnos nem tud itt lenni munkaügyben, de ő is csatlakozni fog a csoporthoz, illetve csatlakozott a csoporthoz, és reménység szerint akkor jövőre, ha Isten éltet bennünket, akkor úgy terveztük, hogy a júniusi hónap végén, június utolsó vasárnapján lenne ennek a csoportnak a konfirmációja. Kísérjük őket imádságban, és természetesen, hogy szeretettel várunk benneteket a gyülekezetben, és ugyanúgy a szolgálatotok révén mi is gazdagodunk, legyen az akár egy ilyen rövid kis jelenet, vagy zenés-verses összeállítás. Mert ugye azt tanuljuk, és arról beszélünk a konfirmáció oktatás alkalmával, hogy tulajdonképpen titeket be akarunk konfirmálni a gyülekezetbe, és nem pedig ki, a gyülekezet felnőtt tagjaivá váljatok, és erre készülünk, és ez nem csak a konfirmáció alkalma, hanem már azok az alkalmak, amikor itt vagytok, és megmutatjátok magatokat a szolgálatotok révén. Isten tartson meg, és őrizzen meg benneteket, és kívánok egy kellemes, szép nyarat, vakációt, kellemes időtöltést, feltöltődést és kikapcsolódást mindenkinek.